országa különben. Az öcséd is tiszta. Na, mama, ide írjon valamit az unokának a saját kezére. De én betűt nem tudom. Hát akkor egy rozmaringot tegyen ide, vagy egy tulipát. Hogy ingyen, az még jó. De a bélyegre valót is maga adja most már, papa. Terika, maga óra elesett. Hová akar érni? Akkor ő hol van most, jó bácsi? Sehol? Olyan nincs, Terike. A túlvilágon. Oda találom. Holnap jöjjön be a boltba. De reménykedhetek? Tud reménykedni? Mindent meg tudok érte tenni. Akkor van remény. Hogy de lenne? Az én emberkém olyan vannyakka, hogy az biztos elpusztul a fronton. Ezt írja meg. Ha minden itt azt mondjuk. Mi van itt vére? Oszlás is jó híre? Van erre magának engedélye? Csak levelet írom. Miért kell erre engedély? Állj meg, te! Nyitott volna a világ szememre. Lefétünk. Ezután már nem kell félni. Haza akarok menni. Haza akar menni. Hajnalra hazaérünk. Hüssük az idrókat, mik a csekkel. Egy rabi, két rabi, megbogott a fő rabi. Hagyj békén bennünket! Erre az országra és erre a vására mi is megvettük a helyeket. Hagyj békén! Szálasi meg a Hitler! Hűssük a zsidókat! A segédjegyző úr egy bolha, még annál is kevesebb a teremtő előtt. Csak csípni meg ugrálni tud. Hé, gyere innen! Látod, ez rosszat tesz. Ez rossz ember? Nem rossz ember, csak rosszat tesz. De ha rosszak adtak, akkor hideg víz kell. Mégis Isten rendelését végzik. Isten hol van? A szerelemtevésben, a birkalegelésben, mindenütt. Úgy hívják, hogy Sehjén, világít, mint este a János magát. Békában is? A békában is, szépen kurutyol, majd este kibegyünk a folyóra és hallgatjuk, jó? Jó! Na gyere. Ha este az ágyba bászol, a Isten bászol.